A forduló előtt 3 hely és 3 pont volt a különbség a Nyíregyháza javára, így 3 esélyesnek volt mondható a mérkőzés. Az első félidő döntetlenre is végződött, mindkét oldalon 1-1 gól született. Fordulás után viszont már csak a hazaiak találtak a kapuba, mégpedig 4-szer, így magabiztos győzelmet aratott Lovas Norbert együttese. Amit kértünk meccs előtt a játékosoktól, azt maximálisan teljesítették. Az első fél időben akadtak problémáink a helyzet kihasználással. Ott a kapu előtt bekoncentráltak voltunk, és ennek volt köszönhető, hogy 1-1 volt a félidő. A félidőben felhívtam a figyelmet, hogy még jobban koncentráljanak, illetve legyen szívük lepasszolgatni a labdát, és így, hál' Istennek, a másik félidőben magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést, de meg kellett dolgozunk ezért a győzelemért, mert az Újpest, mint meccs előtt is említettem, nem fogja ingyen adni a 3 pontot. Helyenként már tényleg jó játékkal rukoltunk elő, csak a végén a befejezés azt hiányzott, tehát hogy pontosabbak lehettünk volna. A tabella élén a haladásár 24 ponttal, megelőzve a 20 pontos Veszprémet és a 17 pontos Nyíregyházát, amely a legutóbbi 4 meccsén 12 pontot szerzett. A bajnokság elején jól indítottunk, utána egy kisebb, nem mondom, hogy hullámvölgybe, de valami nem állt össze, mivel sok új játékos jött, a sorokat is ki kellett alakítanom, aztán most úgy néz ki, hogy nem 8 emberre, hanem 10 mezőnyjátékosra tudok számítani, és megvan a versenyhelyzet, ezáltal motiváltak a fiúk mindedzésen, mind mérkőzésen, így a mostani 4 győzelem az kiárt már nekünk, volt benne szerencsés mérkőzés is, de úgy gondolom, hogy ezért nagyon sokat dolgoztunk. A Nyíregyháza pénteken ahhoz a Berettyó Újfaluhoz látogat, amely szintén 17 ponttal a 4. helyen áll a tabellán. A Berettyó Újfalut nagyon jól ismerjük, rengeteg edzőmeccset, bajnokságban is egy párszor már találkoztunk velük, torony magasan ők az esélyesek, mi megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani velük, mondom ezt annak ellenére is, hogy azonos pontszámunk van, viszont mi még nem tartunk ott, ahol a Berettyó tapasztalatba, illetve minden egyéb olyan dologban, hiszen ők minden évben bajnoki döntőt játszanak. Nagyon bízom benne, hogy felnövünk a feladathoz, ugyanúgy, mint a Szombathely ellen, és akkor egy jó eredményt tudunk elérni. A forduló további párosítása a következő: Újpest Aramis, Haladás Veszprém, Kecskemét Pécs, Magyar Futsal Akadémia Deac és Maglód Nyírbátor.